A hajléktalan szállót jelenleg általában 9-10 ember veszi igénybe, így a kihasználtság mintegy 70-80%-os. Nem csak dunaszerdahelyiek vannak közöttük, hanem más településekről érkezők is. Többségük évek óta kihasználja ezt a lehetőséget, de van egy-két új lakó is. A helyiek érdekes módon nem túl nagy számban jönnek. Jelenleg este 8-tól reggel 6-ig vagyunk nyitva, emellett minden munkanap 9-től 11-ig biztosítunk lehetőséget arra, hogy a kliensek be tudjanak jönni, melegedni, akár teát elfogyasztani. A nap további részében pedig délután kimehetnek, van lehetőség kimenni a Karcsai úti közösségi központba, ahol lehetőség van arra, hogy esetleg munkát keressenek. Van ott számítógépünk. Napi egy meleg ételt kapunk, tehát az biztosított a kliensek számára, amit este, amikor bejönnek, elfogyaszthatnak. Az épületben egy hónapja már hőszivattyús fűtés van. A hajléktalan szálló épülete, amely korábban a szlovák államvasutakhoz tartozott, tavaly került át Dunaszerdahely város tulajdonába. Amennyiben megfelelő lehetőség nyílik majd erre, tervben van az épület felújítása, amelynek emeleti részén a városi önkormányzat az elképzelések szerint egy krízisközpontot létesítene.